alig egy hét van a koncertig. Mi van még hátra nálatok? Milyen munkálatok? Nagyon erős sufni próbák utolsó szakasza. Most már műsort játszunk, A-tól Z-ig, első daltól az utolsóig, 32 darab szerzemény van a repertoárban, úgyhogy nem gyenge a műsor. Nyári fesztiválos bulik adják az alapot, de van ennek a koncertnek egy másik alapja is, ez pedig a 2084 című album. Fogtuk a nyári repertoárt, jól összeérlelt finom kis műsor volt, és hosszas viták keretében kidobáltunk belőle 11 néhány felvételt, és ezek helyére beraktuk az újakat. Tehát nagyjából az idei turné eladásaink sorába beillik ez, amit most fogunk játszani, de annál vagányabb lesz, mert hát egy csomó új dal van benne. Most itt lehetne nagyképűsködni, hogy a Sziget az halvány főpróbája volt az aréna koncertünknek, de ez még igaz is esetünkben, mert úgy 200-nál abba hagyták a technikusok az intelligens lámpák számolását. Ez mondjuk úgy, hogy magyar produkciónál nem általános, de nagyon ritka az ide látogató külföldi nagyobb buliknál is, hogy ilyen műszakot mozgatnának. Egy több osztatú kivetítő rendszer lesz, egy elég érdekes formájú színpadi teret alakítottunk ki, amely szinte befolyik a küzdőtér elejébe. Nem tegnap óta készülünk erre az előadásra, hanem hosszú hónapokig terveztük azt a műszakot, amit oda behozunk. Bűn lenne nem rögzíteni egy ilyen nagy horderejű előadást, amire ennyit készültünk. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a végső munkák során a vágóasztalon 21 kamera képéből válogathatunk. Ebből leginkább DVD lehet, esetleg Blu-ray. Nagyon klassz közönségreakciókat váltott ki az album, a nyári előadásaink is elég jól sikerültek, tényleg olyan tempóba fogynak a jegyek, még olyan ütemben, ami minket is meglep. Most lehetne arról beszélni, hogy ez egy jobb lemez, mint az előző, de ez sem biztos, az is lehet, hogy a december, mint koncerthónap jobb, mint a május volt tavaly. Csak találgat az ember, tehát igazából most ez mindig a közönség dönti el. Amikor elkezdtem, 25 éve a tenyérére vett a zsűri, és hát azóta ott tartanak. Hogy ez meddig tart, én nem tudom, de azt tudom, hogy ez egy különleges nagy ajándék, és hát ennek akarunk megfelelni azzal is, hogy bár ismerjük a műsort, egy hónapot próbálunk a viszonylag szerény körülmények között itt a Sufniban, hogy tényleg egy jól előkészített anyaggal álljunk színpadra, hónapokig tervezzük a műszakot, és még hosszan mesélhetnék róla, de ezt úgyis csak azt tudja értékelni, aki a saját szemével látja. Azért minden produkciónak van olyan eleme, ami attól függetlenül értékelhető, hogy tetszik a produkció, vagy nem. És ez az, hogy mennyi munkát tettek bele. És azt hiszem, hogy sok minden vitatható egy ilyen produkció környékén, mint a miénk, de az alig ha vitatható, hogy mi nagyon megdolgozunk azért a figyelemért, amit kapunk. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars. Nézzétek! A neon.hu. A neon.hu. Csok.